Hulladékszállítás. Január 8-án viszik el a kidobott karácsonyfákat. Társulás, az atomerőmű kiemelkedő teljesítményéről is beszéltek a tejtülésen. Segítség, több tonna élelmiszert mentettek meg a rászorulóknak 2023-ban. A Telepak síradóját látják, köszöntöm Önöket! Vízkereszt után január 8-án hétfőn gyűjti össze a kidobott karácsonyfákat a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A városban és a település részeken. A fákat dísztelen állapotban már reggel 6 órára kihelyezhetik a lakosok a hulladékgyűjtő edényzetek mellé. Az idén változott a zöld hulladékszállítás rendje, szerdai nap helyett hétfőnként gyűjti össze a növényi hulladékot a cég. Ma még jó néhány családnál teljes díszében pompázhat a karácsonyfa, vízkeresztkor január 6-án azonban a hagyományt tartva sokan megválnak tőle. A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felkészült erre, így kifejezetten a karácsonyfák elszállítása érdekében indítja el zöld járatát. Január 8-ai hétfői napon kerülnek a karácsonyfák elszállításra. Kérjük a lakosságot, hogy reggel 6 órára mindenképpen helyezze ki a karácsonyfáját a megszokott helyre, ahova akár a hulladékgyűjtő edényét, illetve a lakótelepi részeken pedig az 1001-es gyűjtőedények mellé kérjük kihelyezni. A fákat díszek, elektronikai tartozékok nélkül zöld hulladék formájában kell a megadott helyen letenni. 6 körzetben 3 autó szállítja majd el a fenyőfákat, várhatóan délután 2 óráig mindenhova eljutnak majd a cég munkatársai. A fákat ledarálják és komposztálják majd. Most kizárólag a fenyőfákat viszik el, a normál zöld hulladék szállítás február 5-én lesz. Az új évvel némiképp változott a hulladék szállítás rendje is. A kommunális hulladék gyűjtésében nincsen változás, a szelektív hulladék továbbra is hétfői és keddi napokon kerül elszállításra, a zöld hulladék pedig szerdáról hétfőre került, tehát hétfői napokon lesz zöld hulladék. Ami még változás, hogy eddig 6 körzetben szedtük a zöld hulladékot, most ez továbbra is 6 körzet maradt, viszont tömbösítettük, és egy nap történik a szállítás. Ez az új naptárban egyetlen időpontként jelenik meg. Az 1-estől a 6-os körzetig ugyanazon a napon gyűjtik a zöld hulladékot. A 2024-es hulladékszállítási naptár a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapján olvasható, ezen felül a MOL Hulladékgazdálkodási ZRT oldalán is találnak információkat az érdeklődők. Megtartotta hagyományos évindító egyeztetését a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás Balatonfüreden. A január 5-i találkozón a célzott biztonsági intézkedések végrehajtásáról Nagy László, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT műszaki igazgatója tartott tájékoztatót, majd Horváth Péter János vezérigazgató összegezve a 2023-as évet elmondta, hogy üzleti, létszám és beruházási terveiket is 100%-osan teljesítették. A termelés kapcsán kiemelte, hogy 15.909 gigawatt óra villamos energiát állítottak elő. Közvéleménykutatás kezdődött január 3-án. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT megbízásából a Századvég Közéleti Tudás Központ Alapítvány kérdőíves lakossági felmérést végez a Paksi Atomerőmű 30 kilométeres körzetében élők körében. A közvéleménykutatás célja, hogy felmérje, miként értékeli a lakosság az atomenergia és más energiaforrások szerepét. Feltárja, hogyan viszonyul a lakosság a környezetében fekvő atomerőműhöz, illetve felmérje az atomenergiával kapcsolatos ismereteket. Újságírók tehették fel kérdéseiket a Paksi Atomerőmű vezetőségének, szakembereinek tavaly december elején a nyilvános üzembejáráson. Most az új évben az atomerőmű kérdez. A létesítmény 30 kilométeres körzetében élőket célozza a felmérés. 28 kérdésből áll a közvéleménykutatás űrlapja. A cél, hogy kiderüljön, miként értékeli a lakosság az atomenergia és más energiaforrások szerepét, feltárja, hogyan viszonyul a lakosság a környezetében fekvő atomerőműhöz, illetve felmérje az atomenergiával kapcsolatos ismereteket. Most már elég régen csináltuk a legutolsót, és azt gondoltuk, hogy most nézzünk egy helyzetet. Annyi minden változás volt az elmúlt időszakban, hogy kicsit kíváncsiak voltunk arra, hogy a környezetben élők hogyan állnak hozzá. Itt nyilván mi most üdeműhosszabbításban gondolkodunk, így aztán nagyon fontos pluszban a társadalmi elfogadottság. Általában az atomerőműt tekintve azért itt lehet tudni, hogy tartós, hosszú távon társadalmi támogatottság nélkül ezt nem lehet megvalósítani, és azért, hogy hogyan pontosítsuk adott esetben a kommunikációt, mire van szükség, igazából ehhez szeretnénk adatokat kinyerni.
A kutatás 2024. január 3-a és 31-e között zajlik, a kérdezőbiztosok személyesen keresik fel a Paksi atomerőmű 30 kilométeres körzetében fekvő települések lakosait. Ennek előnye, hogy az instruktor majd tud segíteni az esetlegesen nem világos kérdések értelmezésében. A vállalat kommunikációs igazgatója azt mondta, a kérdezőbiztosok kérésre igazolni fogják magukat. A 100. közületi tudásközpont alapítvány fogja a kutatást elvégezni, hogy nyugodtan lehet tőlük igazolványt kérni, és természetesen senkitől olyan személyes információt nem kérnek, amivel beazonosítható lenne. Itt egy dologra vagyunk kíváncsiak, arra, hogy, illetve igazából kettőre, hogy az atomenergiával kapcsolatban milyen ismeretekkel rendelkezik a lakosság, és a másik dolog, hogy milyen attitűddel bír, tehát mit gondol róla, hogy szereti, nem szereti, mennyire szereti, azért itt stabilan általában az közösség nagyon támogató, de hogy egy picit finomítsunk az attitűdön, erre szól. Az űrlap kitöltése mintegy negyed órát vesz igénybe, a felmérés során nagy hangsúlyt fektetnek a reprezentativitásra, így a nagyobb városokon kívül, mint Szekszárd, Paks, Kalocsa, Kiskörös, a kisebb településekre is ellátogatnak a kérdezőbiztosok, a felmérés önkéntes és név nélküli. A Paksi atomerőmű társadalmi elfogadottsága egyébként 13 éve egy szűk sávban 63% és 73% között mozog, ami nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023-ban is több tonna élelmiszert mentett és juttatott el a rászorulók részére a Paks Kistérségi Szociális Központ a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve. Az összefogás célja, hogy az élelmiszer pazarlás csökkentésével a boltokban felhalmozódó élelmiszereket a megsemmisítés helyett eljuttassák az arra rászorulóknak. Magyarországon évente 1,8 millió tonna élelmiszer felesleg keletkezik. A Paks Kistérségi Szociális Központ a Magyar Élelmiszerbank Egyesület partnereként évek óta a boltokból történő élelmiszermentéssel igyekszik eljuttatni a sok értékes ételt azok számára, akiknek ezek a termékek rendszeres segítséget nyújtanak a megélhetésükben. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb igény van az ilyen élelmiszer adományokra is. 13 településre hordják ki a kollégáink az helyi önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésével az élelmiszer adományokat. Minden hónapban több települést is fölkeresünk Pakson kívül. Intézményünkben körülbelül 17 kolléga foglalkozik ennek a programnak a koordinálásával és végrehajtásával, ami az egy óriási feladat. Az önkormányzatunk részéről meg egy jelentős támogatás, hogy ehhez a gépjárműparkot is biztosítják az intézmény számára. A tavalyi évben a helyi áruházakban keletkezett élelmiszer adomány mellett az Élelmiszerbank Egyesület budapesti központjából több tonna tartós élelmiszert hoztak el az intézmény munkatársai. Az intézményvezető szerint minden évben vannak változások az adományokkal kapcsolatban, amelyet a szabályozó környezet, a vásárlói szokások és az élelmiszerláncok hozzáállása is befolyásol. Ebben az évben azt láttuk, hogy volt olyan élelmiszerlánc, amely saját maga próbálta megoldani az élelmiszermentést a boltokon belül gyakorlatilag. Itt akkor jelentős változás volt, hogy milyen típusú és mennyiségű élelmiszert tudnak elhozni a kollégák, de mivel több élelmiszerlánctól hordjuk el Pakson is a mentett élelmiszert, ezért ezek kiegyenlítik egymást. Alapvetően pékárúra lehet gondolni, zöldség, gyümölcs termékekre, de egyre többször jelennek meg tartós élelmiszerek is. Az ünnepek alatt megnövekedett az adományok száma. Sok intézmény, civil szervezet, magánkezdeményezés és a települési önkormányzatok is támogatták a felmerülő igények kielégítését. Többen vannak olyanok is, akik rendszeresen várják ezeket az adományokat. Ezekhez a családokhoz, gyermekekhez, egyedül élő idős emberekhez el tudtuk juttatni, szintén több szervezet, önkormányzat segítségével, és az egy különösen jó megélhető érzés ilyenkor az év végén, hogy a saját kezdeményezéssel intézmények vagy akár önkéntesek is gyűjtést szerveznek, és eljutatják a rászorulókhoz. Az új székhelyre költözéssel egy megújult szolgáltatói struktúra kialakítására volt szükség. 2024-ben további jelentős fejlesztések várhatóak az intézménynél, amelyeknek egy része már a tavalyi évben elkezdődött.
Az biztos, hogy a hajléktalan ellátás területén egy jelentős előrelépés lesz Pakson. Az önkormányzat támogatásával infrastruktúrafejlesztés történik meg, és a magasabb színvonalú szolgáltatás megvalósításán dolgozunk. Emellett sikeres pályázati támogatás révén szintén folyamatban van a támogató szolgálatnál egy megfelelően átalakított gépjármű beszerzése. Mindezek a fejlesztések jelentős előrelépést jelentenek a szociális központ szakmai életében. Véradás lesz a Csengei Dénes Kulturális Központban január 9-én 9 és 14 óra között. A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Mindenkit várnak, aki betöltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát. A nők évente 4, a férfiak 5 alkalommal adhatnak vért, amelynek levétele előtt néhány vizsgálatot végeznek, ez körülbelül fél órát vesz igénybe. Két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. A véradás előtt könnyű ételt és legalább fél liter alkoholmentes folyadékot ajánlott elfogyasztani. Péntek éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor egyre nagyobb területen valószínű. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Szombat estig túlnyomóan borult lesz az ég, eső, zápor több felé, több hullámban várható. A délkeleti, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!